az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket Szent Annának, a boldogságos Szűz Mária édesanyjának, üdvözítő Urunknak Jézus Krisztus nagyanyjának ünnepén, ennek az ősi kegyhelynek, búcsújáró helynek a búcsúi ünnepén. Szeretettel köszöntöm a helybelieket, a környékbelieket, a vidékről érkező vendégeket, és külön szeretettel köszöntöm a Városi Televízió és a Tolnatáj Televízió nézőit, akik a televízión keresztül tudnak bekapcsolódni közös imádságunkba és ünneplésünkbe. Hogy méltóképpen tiszta lélekkel ünnepelhessük az Úr szent titkait ezen a szentmisén, most vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg vétkeinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked, nagy dicsőséged ért. Urunk és Istenünk, mennyei király, minden ható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, Egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának néha, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk, te elveszed a világ Könyörögjünk! Urunk, atyáink, Istene, te Szent Joakimnak és Szent Annának megadtad azt a kegyelmet, hogy tőlük szülessék megtestesült fiad édesanyja. Kettőjük imájára add, hogy mi is eljussunk az üdvösségre, amelyet népednek megígértél.
a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Mózes második könyvéből. Isten a Sínai hegynél táborozó népnek ezeket a parancsolatokat hirdette ki. Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne készíts magadnak faragott képet vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent van a földön, vagy a vizekben, vagy a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt, és ne tiszteld őket, mert én az Úr, a te Istened, féltékeny Isten vagyok. Azoknak vétkét, akik gyűlölnek, megtorlom, de ezredízig irgalmasságot gyakorlok azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsaimat. Uradnak, Istenednek nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki nevét hiába veszi. Emlékezzél meg a szombatról, és szenteld meg. 6 napig dolgozzál, és végezd minden munkádat. A 7. napon azonban a nyugalom napja van, az Úrnak, a te Istenednek napja. Ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiadnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgálódnak, sem állataidnak, sem a kapuidon belül tartózkodó idegennek. Az Úr ugyanis 6 nap alatt teremtette az eget és a földet, aztán megáldotta a 7. napot és megszentelte. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tégy hamis tanúságot fele barátod ellen. Ne kívánd el fele barátod házát, feleségét, sem szolgáját, sem szolgáló leányát, sem szarvasmarháját, sem más egyebet, ami az övé. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hálom. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Várták Izrael vigasztalását, és a Szent Lélek lakott bennük. Halleluja, halleluja, halleluja. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked! Miután Jézus megmagyarázta tanítványainak, hogy miért mond példabeszédeket, így folytatta. Értsétek meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatnak a mennyek országáról szóló tanításra, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az a mag, amelyik az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret. Csak ideig, óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongattatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok, s a csalók, a vagyon elfogyja az benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz, az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat.
Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus. Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban, kedves testvérek, templom búcsú van, kápolnánk búcsú napja. Nagy öröm, hogy van templom egy településen. Öröm, mert benne lakik az Isten, öröm, mert belőle áldás száll mindannyiunkra. De így a templom búcsú napján különös öröm, mert a templom védőszentje most igazán közel kerül hozzánk. Szent Anna, kis kápolnánk védőszentje, aki Jézus nagyanyja, a boldogságos Szűz Mária édesanyja. Kedves testvérek, érezzük át, hogy igazán mi mindannyian Isten családjába és a szentek családjába tartozunk. Mert igen, Isten a mi atyánk lett a keresztségünk óta, gyermekei vagyunk. Igen, Isten gyermekei vagyunk, Jézus testvérei, és a szentek rokonai, és egybe tartozunk mindannyian, mi megkeresztelt emberek, az egy hitben, az egy egyházban. Csodálatos dolog, hogy szenteket is kapunk, hogy segítsenek bennünket. Boldogságos Szűz Mária, Jézus édesanyja, mindnyájunk édesanyja lett a kereszt alatt. Ezt a tanítást ismerjük és sokszor halljuk, de keveset hallunk arról, hogy igazán Szent Anna mindannyiunk nagyanyja is, Szent Joakim mindannyiunk nagyapja is. Igen, ha Jézus testvérei vagyunk, akkor az ő édesanyja, mi édesanyánk is, az ő nagyanyja, az ő nagyapja, a mi nagyanyánk, a mi nagyapánk. És kedves testvérek, most igazán a nagyszülőkről szeretnék szólni, akiknek annyi mindent köszönhetünk, elsősorban szüleinket, elsősorban a szeretetet, igazán ők mutatják meg nekünk. Egy nagyapa mondta annak idején, én az unokát nem akarom nevelni, nevelje anyja, édesapja, én csak szeretni akarom. Igen, ez a nagyszülői hivatás, szeretik az unokákat. Szeretettel foglalkoznak az unokákkal, tanítják az unokákat, különösen az Isten szeretetére és az imádságra. Igazán ebben van segítségünkre Szent Anna. Igazán Szent Anna az, aki annak idején a kis Máriát is tanította az imádságra, tanította az Isten ismeretére, és bölcsen tanította a kis Máriát. Mert ő fogékony lélek volt erre. Ő volt a kegyelemmel teljes. És milyen boldogság egy ilyen gyerekkel foglalkozni. Milyen boldogság egy szófogadó gyermeket tanítani. Milyen boldogság egy szófogadó gyermeket nevelni. Annának ez volt az igazi öröme. De Annának ajándék volt ez a gyermek. Anna gyermektelen volt. És idős korában is gyermekért könyörgött az Istenhez. És bizalommal kérte az Istent, hogy vegye el az ő szégyenét. Mert annak idején igazán Isten büntetésének tartották, ha valakinek nem volt gyermeke. A gyermek Isten áldása volt abban az időben. Azzá kell, hogy váljon ma is. Ma is kell, hogy imádkozzunk gyermek áldásért, és áldás legyen a gyermek minden családban. És Anna kitartott az imádságban, és idős korában gyermeke lehetett. Gyermeke lehetett, aki igazán a boldogságos Szűz Mária volt. Gyermekként mekkora örömet élt Annának az ő leányában, akit igazán olyan odaadóan szeretett és nevelt. Igen, kedves testvérek, kérjük, különösen ma a templom búcsúkor Szent Annát, segítsen a mai szülőknek is, hogy igazán
olyan gyermekeket tudjanak nevelni, akiben Istennek is öröme telik, hogy növekedjenek a mai fiatalok is korban, bölcsességben, Isten és az emberek előtt. Igen, kedves testvérek, Anna mindannyiunk nagyanyja, és mindannyiunkra gondja van. Kérjük ezért, hogy segítsen minket, hogy igazán az ő leányán keresztül oda találjunk az ő unokájához, Jézushoz, és Jézusban fölismerjük az Istent, és igazán felismerjük, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Kedves nagymamák, kérjétek Szent Annát, hogy igazán tegye áldottá a ti öregségeteket, tegye áldássá a ti fájdalmaitokat, szenvedéseiket, imáitokat, kereszthordozásaitokat, mert igazán kell, hogy odaadjuk életünket másokért. És ki az, aki ne adná szívesebben életét a családjáért, mint egy nagymama vagy egy nagyapa? Kedves testvérek, templom búcsú is van. A templom búcsú igazán a búcsúnyerésnek is az egyik ajándéka. Mai szentmisében, aki kellő tisztelettel, szeretettel és tiszta szívvel járul a szent áldozáshoz, és ahogy tudjuk, imádkozunk a pápa szándékaira, teljes búcsút nyerhetünk. Teljesen tiszták lehetünk. Ez az Isten ajándéka. És ezt az ajándékot igazán Jézusnak köszönhetjük, hogy az ő családja a mi családunk is lehet, hogy igazán az ő családjába tartozhatunk. Köszönjük meg a jó Istennek, hogy példaképpen állítja nekünk a szenteket, hogy az ő példájukat követve mi szentek lehessünk. Amen. Valljuk meg hitünket, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, a boldogságos Szűz Mária szüleire emlékezve imádkozzunk mennyei atyánkhoz, hogy a szülői szeretet és gondoskodás mindig elevenen éljen keresztény családjaink körében. Add meg egyházadnak, hogy a Szentlélek segítségével mindig megalkuvás nélkül hirdesse a házasságról és a családi életről szóló keresztény tanítást. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsd a világ népeit, hogy nagy lelkűen gondoskodjanak a születendő új nemzedékek testi-lelki jólétéről. Kérünk téged, hallgass meg minket. Önts áldozatkész szeretetet a szülők szívébe, hogy gyermekeiket Isten áldásának tekintsék, és gondosan neveljék őket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg, hogy a családok alkalmas otthonhoz, a családfenntartók pedig elegendő keresethez és szabadidőhöz jussanak gyermekeik neveléséhez. Kérünk téged, hallgass meg minket. Ajándékozz a nagyszülőknek jó egészséget, hogy örömüket lejjék unokáik növekedésében, és szívesen működjenek közre
a keresztény nevelésükben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jutalmazd meg a szülők és nagyszülők gondoskodását az örök boldogsággal, a gyermekek engedelmességét pedig hosszú élettel. Kérünk téged, hallgass meg minket. Gondviselő Istenünk, te minden igaz élet forrása, minden emberi fáradozás értelme és végső célja vagy. A boldogságos Szűz Mária szüleinek, Szent Joakimnak és Annának közbenjárására adja gyermekeknek példás életű édesapákat és édesanyákat, a szülőknek pedig hálás gyermekeket, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyházi javára. Kérünk, Istenünk, fogadd el hódoló adományainkat, és add meg, hogy részünk legyen abban az áldásban, amelyet Ábrahámnak és ivadékainak ígértél Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten, szeretett fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által. Mert szentjeid példás élete által az anyaszent egyházat újra meg újra csodás termékenységgel áldod meg, így bizonyságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket. S hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, a szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádságban is közben járnak értünk, jóságodat mindenkor kérve. Ezért, Urunk, az angyalokkal és a szentekkel együtt mi is magasztalunk téged, és hálás szívvel zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőséged betölti. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Haladat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben. Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt szeretteinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el ebből a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent Joakimmal és Annával, az apostolokkal és minden szenteddel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, mi is részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szent Lélek által, ezért imádkozzuk együtt bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köszönjük mindenkor. Isten báránya, te elveszel a világ bűneit, irgalmazd meg.
íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Könyörögjünk! Istenünk, aki azt akartad, hogy egyszülött fiad embertől szülessék, és így titokzatos módon újjászülessék az ember belőled, kérünk, hogy amint most a gyermekek kenyerével tápláltál minket, szentelj meg jóságosan az Isten gyermekség lelkével, Krisztus, a mi Urunk által. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a héten, csütörtökön egésznapos szentségimádás lesz a belvárosi templom kápolnájában, este 6 órakor pedig szentmise lesz papi és szerzetesi hivatásokért. Zarándoklatot hirdetünk Mária remetére augusztus 31-én szombaton a Szeretett Láng Fesztiválra. A program délelőtt 9 órától délután 5 óráig tart, előadások lesznek, tanúságtétel, szentmise és szentségimádás. A költség 1000 forint személyenként, a többit pályázati forrásból finanszírozzuk, jelentkezni a sekrestyékben lehet. A Pannon Pilgrim utazási iroda 4 napos római zarándoklatot szervez október 12-e és 15-e között. Érdeklődni és jelentkezni a templomaink hirdetőtábláján kihelyezett plakátokon lévő elérhetőségeken lehet. Az Anya Szent Egyház házasságot hirdet. Augusztus 3-án szombaton délután 14:30 órakor a belvárosi templomban Tölősi Sándor és Juhász Petra. Augusztus 10-én délután 14:30 órakor az Újdombovári templomban Abai Dániel és Tóth Virág. A belvárosi templomban Fábos Jenő és Molnár Evelin kívánnak szentségi házasságot kötni. Az idei
Szent Anna búcsú itt a Szőlőhegyi kápolnánál több szempontból is különleges jelentőséggel bír. Most a szentmise végén két fontos feladatomnak szeretnék eleget tenni. Az egyik egy sajnálatos, a másik pedig egy örömteli, ünnepélyes feladat. Először a sajnálatossal kezdeném. Mint azt mindannyian tudjuk, a megyés püspök atya Németh Antal atyát augusztus 1-től a szigetvári plébániára helyezte. Szigetváron és a környékbeli településeken fog lelkipásztori szolgálatot végezni. Mivel július utolsó vasárnapja van, ezért a mai szentmiséken elköszönünk tőle. Én szeretném úgy a magam nevében, mint valamennyiünk nevében megköszönni neki az elmúlt 2 év sok-sok szolgálatát, a szentmiséket, a szép szentbeszédeket. Szeretném megköszönni a bűnbánat szentségében való részesedés lehetőségét, a gyóntatásokat, a kereszteléseket, és minden lelkipásztori szolgálatot, amelyet tett közösségünkben, közösségünkért, a hívekért. Egyben mindannyiunk nevében kívánom, hogy a Jóisten adjon neki erőt, egészséget és sok-sok áldást új lelkipásztori helyén az ottani feladatokhoz, a szigetvári és környéki szolgálathoz. Isten éltessen és segítsen, Antal atya, köszönünk mindent, és fogad szeretettel a dombóvári belvárosi hívek ajándékát, adományát. A kertvárosiak és az újdombóváriak is ajándékkal készültek, ezeket már átadtuk a délelőtt folyamán, most fogadd a belvárosi templom híveinek köszönetét, ajándékát is. Köszönöm. Köszönöm szeretetüket, ígérem, imádságaimban ezután is ott lesznek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! És az idei búcsú azért is különleges alkalom, mert sor kerül most a szentmise végén az újonnan elkészült szabadtéri kis oltár felszentelésére, megáldására. Ez az oltár, amelynek eredeti mintázata Passauban állt egykor, a helyi hívek, a szőlőhegyi hívek kezdeményezésére és adományából, illetve munkájával készült el. A feltámadt Jézus Krisztust ábrázolja a szabadtéri oltár szobra. Krisztusnak a bűn és a halál felett aratott győzelmét szimbolizálja, és ezzel együtt keresztény hitünk értelmét jelenti. Aki Krisztusban hisz, aki életét Jézus Krisztushoz, a feltámadt üdvözítőhöz kapcsolja, aki hűséges marad a keresztény hithez és értékeihez, az Krisztussal együtt győzelmet, végső győzelmet arat. A szentek példája, Szent Anna élete és lelkülete ugyancsak erre az útra irányítja Krisztus követésére mindannyiunk figyelmét. A feltámadt Krisztus oltárának avatása előtt szeretném megköszönni mindazok hozzájárulását, munkáját, akiknek köszönhetően létrejött ez az új kegyhely. Név szerint is szeretném kiemelni Boros Gyevi családot Dombóvárról, a Bosnár családot Dombóvárról, a Börcsök családot Dombóvárról, a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzatot, a Dombóvári Római Katolikus Plébánia Hivatalt, Csapóné Remler Ibolya polgármesterasszonyt Kaposszekcsőről, Esküt Norbert vállalkozó Dombovár Szőlőhegyről, Gelencsér István polgármester urat Atalából, Illés Károly vállalkozó segítségért Dombóvárról, a Kaposszekcsői Önkormányzat, Kóré Gyula vállalkozó, Kovács Elemér vállalkozó dombováriak segítségét, Kovács István burgi vállalkozónak segítségét Kaposszekcsőről, Markó Mihály kovácsmester Mincent Godisáról, Pajter István vállalkozó segítségét Kaposszekcsőről, Sebrek Csaba építészét Dombóvárról, Stemler József polgármesterét Kapospuláról, a Tolna megyei önkormányzat segítségét, valamint a Varga Stadler család Dombóvár Szőlőhegyről munkáját,
áldozatos szolgálatát. Ugyanígy szeretnénk külön köszönetet mondani azoknak a mestereknek, akik kiváló munkával megépítették ezt az oltárt. Tóth Sándor szőlőhegyi köművesmester, Ignác Zoltán batéi ácsmester, Darvas Zsolt nagyberki ácsmester, Markó Mihály Mincent godisai kovácsmester. És ki kell emelnem Esküt Norbert munkáját, aki nem csak a mai ünnepi alkalomra végezte a kegyhely festését, valamint a Szent Anna kápolna javítását, hanem teszi ezt évi rendszerességgel rendben tartva. Itt köszönjük meg Esküt Béláné Gabikának áldozatos sekrestyési szolgálatát, amit egész évben így a mai búcsúra is végez, a kápolna takarítása, rendben tartása és díszítése érdekében. És köszönjük a fűnyírók, a környezet szépétevőinek sok-sok segítségét is. Most kérjük és fogadjuk mindannyian Isten áldását. Az Úr legyen veletek. És ott lelkeddel. Áldjon meg bennünket a mindenható, irgalmas és minket szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért. Küldetéstek van, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála.